Kedves gyerekek, a K&H gyógyverés program keretében szeretnék nektek mesét olvasni. Engem Eduskának hívnak, és sok szeretettel küldöm nektek, teljes szívemből kívánok mielőbbi gyógyulást, és elolvasom nektek a Gyémánt Krajcár színű mesét. Egyszer volt, hol nem volt, volt szegény asszony. Annak volt egy kakaskája, egyszer a kakas, amint a szemén dobott kapirgát, kikapart egy gyémántkrajcát. Fölkapja nagy örömmel, szalad az úton, halad, gyorsan vinné az asszonyának, de hát arra járt a törökcsászár. Állj meg, kakas! Add nekem a gyémántkrajcát! Dehogy, adom, mondta a kakaska. Úgyis elég az én asszonyom, jó lesz annak. No bizony, ha nem adta a törökcsászár, elvette tőle a gyémántkrajcát, és bevitte a kincses kamrájába. Pedig ott annyi arany ezüst volt, hogy elég lett volna egy egész világnak. Hely Istenem, megharagudott a kakaska, szaladt mindenütt a török császár után, a török császár udvarában felszállott a kerítésre, és onnan kezdett el kukorikolni hangosan. Kukorikú, török császár, add vissza a gyémánt krajcáromat! A török császár elhesegette a kakast a kerítésről, de a kerítésről az a kapura szállt, és onnét is kiabálta. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt krajcáromat! Mikor a kapuról elhesegették, megint felszállt. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt krajcáromat! Hát a török császár mérgesen be is ment a belső szobába, hogy ne hallja a kakaskát. De a kakaska rászállt a párkányra, és minden onnan csak kiabálta. Egy kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt krajcáromat. Nem volt nyugta hát a török császárnak, mérgesen azt mondta a szolgálóinak, hogy dugjátok bele a kútba ezt a kakaskát, dobjátok bele. Bele is dobták. De a kakaska, azt mondta, szív fel, begyem a vizet, szív fel, begyem a vizet. Minden cseppig felszívta, amíg a kútban volt. Azzal kirepült a kútból, szállott ismét a török császár ablakába, kukorikolt nagy begyesen. Kukorikú, török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat. Ennyi, ilyen, olyan teremtette káromkodott a török császár. Hát ez a hitvány még mindig él. Helyszolgáló, fogd meg, és vesd az égőkemencébe. Szalad a szolgáló, megfogja a kakaskát, bedobja az égőkemencébe. Ha nem a tűz, a kakaskát nem égette meg. Ott is kotyogott. Eresz ki, begyem a vizet. Hadd olcs el a tüzet. Hát csak ugyan kifolyt a begyéből a sok víz, és elaludt a tűz. Bezzeg repült ismét a török császár ablakába, és kukorékolt. Ahogy csak a torkán kifér. Kukorikú, török császár, add vissza a gyémánt krajcáromat! Hely, uram, teremtőm, mérgelődött a török császár, dúl, fult haragjában. Ezt a kakaskát már semmi se pusztítja el. Volt a kertjében egy nagy darásfészek. Azt mondta a szolgálóinak, no, oda dobjátok be. Szalad a szolgáló, megfogja a kakast, bedobták a darásfészekbe. De a kakaska azt mondja egyszer csak. Szív fel, begyem a sok darást, amennyi darásból, mint felszívta. Ucu szállott a török császár ablakába, és megint csak kukorékolt. Hogy kukorikú, török császár, add vissza a gyémánt krajcáromat. No, megállj te kakas, mondja a török császár, mindjárt nem fogsz te kukorékolni. Azt mondta a kakasnak, a szolgálóknak, hogy hozzák ide a kakast. No, meg is fogták. Na, a török császár bedugta a bugyogójába. Olyan bő volt az a bugyogó, hogy 9 kutyakölyök jól lefért volna benne. Meg se kottyant a kakaska. No, mondta a török császár, itt aztán már kukorékolhatsz. Hiszen a kakaska nem kukorékolt, csak kotyogott magában. Eresz ki, begyem a darást, hagyd csipjem a császár. Kiszálltak a darazsak, csípik, marják a császár. Ez meg táncolt, ordított kinnyában, nem tudta, mit csináljon. Mit volt mit tenni? Kieresztette a kakaskát, s azt mondta a szolgálóknak. Eredj, vidd a kincses kamrámba, hadd vegye vissza a gyémánt krajcárját, mert különben ő fog engem elpusztítani. Vitték a kakast a kincses kamrába, hát ott kádoslag állott a tenger sok ezüst és arany és gyémánt, ott ragyogott tündökölt vége, a kics, picike gyémánt krajcárka is. No, kikerekedett a szeme a kakaskának, megfogta. Aztán szív fel, begyem a sok pénz, sok pénz, sok pénz, szívjál föl. Felszívott egy kád ezüstöt, aztán egy kád aranyat, meg se kottyant neki. Aztán még volt egy kis hely, oda gyémántot szívott. Aztán gyorsan szaladt, örömmel hazáig meg sem állott. Ott odaadta, az asszonyának kieresztette, aztán nem is volt neki.
Semmi gondjuk, megvolt mindenük. Köszönöm szépen a figyelmet. Gyógyulás, sziasztok!